Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej televízió híradóját látják, Ragoncs Rita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Jubileum Szekszárdváros szervezett tűzvédelmének 150 évfordulóját ünnepelték. Elismerés, a legjobb szekszárdi sportolókat díjazták. Völgységi advent Bonyhádon ünnepeltek. Advent, karácsonyi vásár Kocsolán. Jubileumi ünnepséget tartottak Szekszárdváros szervezett tűzvédelmének 150. évfordulója alkalmából a Művészetek Házában. Az eseményen megemlékeztek a szekszárdi tűzoltóság múltjáról, ismertették annak jelenét és a jövőbe is kitekintettek. Jelentem Szekszárdváros szervezett tűzvédelmének 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre a berendezett személyállomány és a meghívott vendégek együtt állnak. Már 150 éve létezik szervezett tűzvédelem Szekszárdon. A város megyei jogú önkormányzata és a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ebből az alkalomból tartott jubileumi ünnepséget. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere beszédében megemlékezett a város múltban tapasztalt szerencsétlen tűz eseteiről is. A legismertebb eset pedig 1794. augusztus 7-e, ami gyásznapként került a helytörténeti dokumentumok lapjaira. Ekkor ütött ki a nagy tűzvész, ami Szekszárd szinte valamennyi épületét elpusztította. A Bartina mögötti jobbágyházakról terjedtek a lángok. 4 óra alatt 600 ház vált a habbartalékává. Szekszárdon 1873-ban az országban ötödikként alakult meg a szekszárdi önkéntes tornász és tűzoltó egylet, melynek első parancsnoka mintegy 40 éven át dr. Boda Vilmos volt. Fülep Zoltán, tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági felügyelő elmondta, az ünnepség célja a múltra emlékezés mellett egyben a jövő megalapozása is volt. Hozzátette, a 150 éves tűzoltóság Szekszárdvárosnak és környékének fontos részét képezi. Azt gondolom, ismert a mondás, hogy akinek múltja nincs, annak nincs jövője. Tehát mi mindenképpen a múltunkat tiszteljük, hiszen ők voltak azok, akik elindítottak minket az úton. Az ő példájukat tudjuk követni, ők mutattak utat számunkra is a jelen tűzoltóinak, és reméljük, hogy majd mi is példát tudunk mutatni az utánunk következőknek. Velencei István, nyugalmazott tűzoltó ezredes, még fiatal korában került Szekszárdra. 38 éven keresztül volt tűzoltó, ebből 28 évig a szekszárdi tűzoltóság parancsnokaként szolgált. Munkaideje alatt körülbelül 15 ezer tűz és káreset történt. Nekem első sorban a beosztott tűzoltó volt az, aki az mindennél elsőbséget élvezett. Ugyanis ő volt az, aki a reggel szolgálatba állt, nem biztos, hogy hazament. Lehet, hogy kórházba került volna, ha nem vigyáz ugye annyira, vagy netalántán meg is hallott volna. De hát hála Istennek, hogy ilyen nem volt nálunk. Az esemény zárásaként emléklapokat, emléktárgyakat és elismeréseket is kiosztottak. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata átadta a Szekszárd büszkesége 2023 díjakat azon helyi sportolóknak és edzőknek, akik az évben kiemelkedő teljesítmény nyújtottak. Az eseményen egyéni versenyzőket és csapatokat is elismertek. Az idei évi Szekszárd büszkesége díjátadó ünnepségen 30 főt, 3 csapatot, 19 felkészítőt és 2 köznevelési intézményt ismertek el, továbbá kiosztottak 2 egyéni külön díjat is. Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke beszédében kiemelte, a szekszárdi sport él, ezt bizonyítja a sok kiemelkedő eredmény. A felvonult sportolók között szerepeltek többek között tékvandósok, triatlonisták, kerékpárosok, atléták és dzsúdósok is. Váncsa Zsombor a karatéval 9 éve foglalkozik, felkészítője Nagy Ákos. Zsombor elmondása szerint a Belgiumban rendezett Badokai Európa-bajnokságon elért második helyezésére a legbüszkébb. Nagyjából egy 20-an indultunk, és ugye ilyen ága sorsolásban, és én 3 meccset nyertem, és egyet vesztettem ugye a döntőt. A Szekszárd sportolója 2023 díjat a Gemenc Judo Klub versenyzője Beke Csongor és Szemerei Levente, a Szekszárdi Sportközpont közép- és hosszú távfutója nyerte meg.
Levente az atlétikával 14 éve foglalkozik. Idén nyáron új egyéni csúccsal 2 óra 15 perc 32 másodperccel megnyerte a Varsói Maratont. A világbajnokságon pedig a közel 80 fős mezőnyből 40. helyen végzett. Célja, hogy kijusson a jövő évi olimpiára. Fejbe próbálok teljesen kikapcsolni, és tényleg csak az időt nézni, hogy melyik versenynek melyik pontjához milyen idővel érkezek meg, és tudjam azt, hogy ne fussam el magamat. Éppen nagyon gyorsan vége van a maratonnak. Igazából az első 30 km az nagyon gyorsan elszáll, és utána a maradék 12 km az, ahol nagyon fontos fejbe ott lenni. A futó hozzátette, a maratoni távon pár éven belül szeretne 2 óra 10 perc alatt beérni a célba. Az évedzője díjat Szőke Gergő, Szemerei Levente felkészítője kapta. Az év csapata a KSC Szekszárd U14-es együttese lett. Az előzetes adatok szerint 2023. novemberében 6780 gyermek született, és 10351 ember halt meg. 2022. novemberéhez képest a születések száma 6,9, a halálozásoké 5,6, a házasságkötéseké pedig 2,2%-kal csökkent. A természetes népességfogyás tovább lassult, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztattak arról is, hogy 3107 pár kötött házasságot, ez 2,2%-kal, 69-szel kevesebb a 2022 novemberinél. A 30-59 éves magyar lakosság 83%-a lakásbiztosítással védi otthonát a balesetektől, káreseményektől, derül ki egy kereskedelmi bank felméréséből. Közleményükben kiemelték, a magas és közepes jövedelműek 89% és 87%-ának van a lakásbiztosítása, ugyanakkor az alacsony jövedelmi kategóriába tartozóknál is 69% ez az arány. Hozzátették, a saját lakásban élők 88%-a védi biztosítással a lakását, ugyanakkor akik nem saját ingatlanban élnek, csak 69%-ban kötöttek lakásbiztosítást. Emellett a megkérdezettek 64%-a a szomszédokkal összefogva figyeli egymás ingatlanait, 47%-uk pedig biztonsági ajtókkal, ablakokkal szerelte fel a lakását. Völgységi Adventet tartottak Bonyhádon a kaszinó téren, kirakódó vásár, forralt bor, tea és színes programok várták az otalátogatókat. Meglepetésként kivilágított motorosok vonultak fel a téren a Mikulás kíséretében. A forgatagba több kézműves kínálta a portékáit, és a kirakódó vásárban finom ételekkel, italokkal várták a vendégeket. A téren a változatos műsorok nyújtottak szórakozást. A művelődési házban kézműves és ringató foglalkozásokat tartottak, és interaktív gyermekfoglalkozás keretein belül Círják Erik a meséből hallhattak a gyermekek. Népi fajátékokkal játszópark is várta az érdeklődőket. A rendezvényről Pus Adrien szervező nyilatkozott. Itt vagyunk a Völgységi Adventen, ez immáron már az 5. alkalommal kerül megrendezésre Bonyhádon. Most jelenleg pont a Swing Ladies együttest lehet hallani a színpadon. Számos programmal készültünk a ma estére, kültéren és beltéren is. Beltéren 3 órától kezdődött a kézműves foglalkozások 4 helyszínen. A vásári forgatagban is érdeklődtünk, milyen a hangulat. Hát nagyon jól érzem magam, mert szerintem ez a motoros felvonulás az eléggé meglepő volt az emberek számára, akik nem tudtak erről az egészről, de így összességében szerintem nagyon jó a hangulat, az embereknek úgy látom jó kedvük van, és ennyi. Nagyon sokan kijöttek a térre, hogy együtt ünnepeljék az adventet. Nagyon színes volt a műsortár, mindenki találhatott kedvére valót. A meglepetés motoros felvonulás is emelte a látványt és a jó hangulatot. Este 3. gyertya is meggyulladt az adventi koszorún. A 3. gyertya jelentése öröm. Kocsolán is ünnepelték az adventet, Lajos Anikó polgármester nyitotta meg a karácsonyi vásárt. A vendégeket teával és forralt borral, hagymás zsíros kenyérrel várták. A vásárban kézművesek portékáit lehetett megvásárolni, továbbá finom ételekkel, italokkal várták az idelátogatókat. A műsorokat a helyi általános iskola diákjai és a gyermeklánc óvoda óvodásai adták elő. Az iskolás gyermekek versekkel és mondokákkal, énekekkel szórakoztatták az érdeklődőket.
Az ovisok pedig tánccal is megörvendeztették az adventi ünnepen résztvevőket. Úgy gondoltuk, hogy egy kicsit a mi kis falunkba is idehozzuk a karácsony hangulatát, és úgy érzem, hogy ez sikerült is. Vannak helyi kézműveseink is, és a környező településekről is érkeztek kézművesek, úgyhogy lehet válogatni és vásárolni a különböző áruk között. Nagyon, én is már körülnéztem, és rengeteg nagyon szép dolgot láttam. A gyermekek legszebb ünnepe a karácsony, és mindig nagyon várják és készülnek az eljöttére. Azt adtam elől, hogy az angyalok lejönnek az emberek közé, és szeretetet adnak az embereknek. És énekeltem azt, hogy a Szenteste nem mindenkinek igazi, mert sok ember van, aki szegénységben tölti. Nagyon színes és hangulatos napot töltöttek együtt azok, akik eljöttek. A szekszárdi belvárosi plébánia közösségi házában tartották meg dr. Ótos Miklós Per Viktor, a pap, aki szembeszállt a kommunista hatalommal című könyvének bemutatóját. Az író elmeséli a pap életét, politikai nézeteit, tevékenységeit. Per Viktort atrocitások érték a kommunista uradalom részéről, elő is készítették a letartóztatását. 1947-ben Szekszárdra helyezték, a szerző a helyi plébánián ismerkedett meg vele minisztránsként, később Grábócra helyezték át. Megengedték, hogy Bonyhádon a megölött plébániát elvállalhassa. Ez 64 decemberében volt, karácsony előtt. Nagy hidegek voltak, és a költözés során megfázott, és kétoldali tüdőgyulladást kapott, melyben a két ünnep között meg is halt. Tehát egy ilyen tragikus módon ért véget szegénynek az élete. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság kollégái elfogták, a bíróság pedig letartóztatta azt a 31 éves Simony Tornyai férfit, aki számos helyre törhetett be az elmúlt hónapokban. A lopások még októberben kezdődtek és egészen decemberig tartottak. A férfi lakhelyén kutatást tartottak és számos betörésekből származó tárgyakat, szerszámgépeket, rádiót, légpuskákat, csaptelepet, számszeríjat, de még használatlan porszívókat is találtak. A betörőt elszámoltatták, majd több rendbeli lopásbüntet elkövetése miatt kihallgatták. Végül őrizetbe vették, az ügyészség javaslatára a bíróság a napokban letartóztatta. Szekszárd vármegyei jogú város önkormányzata közgyűlése 2023. december 27-e és 29-e között igazgatási szünetet rendelt el a polgármesteri hivatalban. Emiatt a két ünnep között, szerdán és pénteken nem lesz ügyfélfogadás, írták közleményükben. A szociális osztálya Bezerégy utca második szám alatt 2023. december 27-én, szerdán 8 és 12 óra között a megszokott rendszerint várja a rászorulókat. Szekszárd vármegyei jogú város önkormányzata intézményeit, gazdasági társaságait az igazgatási szünet nem érinti, azok saját rendjük szerint fogadják ügyfeleiket, tették hozzá. Óvodások és szülők látogattak el a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola aulájába. A programon játékos formában ismerkedhettek meg a tanulás rejtelmeivel. Kísérleteztek, táncoltak, valamint egy feladványt is meg kellett oldaniuk. Egyszer volt, hol nem volt, a Üveghegyen is tűnt. Meseország déli részén állt egy hatalmas kastély. De nem ám akármilyen kastély volt ez. Felette mindig egy hatalmas szivárvány tűnt. Mesével kezdődött a 2024-2025-ös tanévbe iskolázási program sorozata, amelyet a helyi iskola szervezett. A karácsony ünnepkörhöz kapcsolódó eseményre sokan ellátogattak. A mai programunkra, nagy örömünkre igen sokan látogattak el. 45 érdeklődő óvodás érkezett hozzánk, nem csak Bonyhádról, de Váraljáról, Kisdorogról és a környező településekről is. Emiatt pár perccel később is tudott elkezdődni a rendezvény, ami rendhagyó módon egy mesével kezdődött. Ezt a mesét a leendő elsős tanítónők írták, és ez egy üzenet is a részünkről, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy az óvodából érkező gyerekek még gyerekek, és nem szabad őket leterhelni nagy hirtelen, nem szabad őket a hatalmas követelmények elé állítani, hanem az a fontos, hogy inkább játékos formában sajátítsák el a tudást. Az intézmény vezetője fontosnak tartja a rendezvényt, mivel a leendő elsősök megismerkedhetnek az új tanítókkal. A mese az egy eltűnt üveggolyóról szól, és az eltűnt üveggolyó keresés
kérdéséhez kapcsolódnak a mai állomások. Három állomás van, mindegyik igen játékos. Az egyik egy ilyen táncos foglalkozás, akkor van egy olyan helyszín, ahol varázslathoz kapcsolódik a gyerekeknek a programja, és van egy helyszín, amelyiken játékos észfeladatok, fejtörők. Én úgy látom, hogy a gyerekek nagyon élvezik ezeket az eseményeket, és minden állomáson szerezhetnek olyan jutalomgombokat, amit később a Mézikének nevezett bábúra el tudnak helyezni. Nagyon jó! Gyere! Nem szemben, más mellett van a bábú. Az adventhez vonatkozóan egy mézes kalácsot kaptak azok a gyerekek, akik sikeresen teljesítették az állomások feladatait. Az intézmény vezetője elmondta, a következő programot a farsang témakörében fogják megrendezni február 2-án. Az óvodások tavasszal, március 22-én bepillantást nyerhetnek az iskola életébe, valamint a leendő tanítónők munkájába. Regionális híreink következnek. Sült kolbászos ételcsomagok a vásárcsarnoknál nyugdíjas vevőiket ajándékozták meg a kereskedők. Feldíszítve, idén is népszerű a Balaton fenyvesről kifutó fényvitorlás. Állatok a hidegben, téli élelmezés és adomány az állatvédőknek. Sült kolbász, zsemle, forró tea, gyümölcsök, mindez ajándékba a pécsi vásárcsarnok kereskedőitől. A csarnok melletti téren várták az idős, nyugdíjas vevőiket, akik korábban kupont kaptak tőlük, hogy karácsony előtt meglepetéssel szolgáljanak nekik. Összesen 10 tulajdonos és 2 külsős cég fogott össze, hogy segíthessenek, illetve így köszönjék meg az évet a vásárlóiknak. Serceg a zsír, sülnek a kolbászok a pécsi vásárcsarnok északi oldalán található téren. Kürtös kalács helyett most többek között ezzel várták az időseket, akik ilyen kuponokra kaphattak a finomságokból. A csarnok kereskedői lepték meg így a nyugdíjas vevőiket karácsony közelettével. Ez komolyan mondom meg, lenyűgöz. Teljesen le voltam nyűgözve. Úgyhogy én... Teljesen. Így örült az akciónak ez a nő. Azt mondta, sokat jelent nekik, nyugdíjasoknak, hogy gondoltak rájuk, és ajándékot kapnak. Ajándékcsomagot kapnak, amiben gyümölcsök találhatók, kapnak egy adag sült kolbászt, forró teát, zsemlét, üdítőt, úgyhogy ezzel próbálunk nekik kedveskedni, mert szeretnénk, hogy a vásárcsarnokban lévő kereskedőket ilyen oldalukról is megismerjék az emberek, hogy tudunk nekik segíteni, és gondolunk a vásárlóinkra, akik nap mint nap ide járnak hozzánk. A vásárcsarnokban üzletet működtető 10 kereskedő és 2 külső cég, egy pékség és egy italnagyker fogtak össze. Volt, aki a gyümölcsöt adta, volt, aki a kolbászt, kenyeret, vagy amire szükség volt az akcióban. Ez a lángossütő például a saját termékét adta a pultjánál ajándékkuponokért. Az év vége a karácsony közelettével szeretnénk megköszönni a vásárlóinknak a rendszeres visszatérő folyamatos fogyasztást, másfelől pedig vannak olyan rászorulók, akiket valamilyen módon szeretnénk egy kicsit támogatni ezzel a kezdeményezés mellett. Ők január végéig várják a lángosra vágyókat. A téren azonban csak egy napos volt az ajándék sült kolbászos akció. A szervezők 400 adag étellel, illetve csomaggal készültek nyugdíjas vevőik megajándékozásához. Idén is népszerű a Balatonfenyvesről kifutó fényvitorlás, a 100 méternyi fényfüzérrel feldíszített hajó minden hétvégén várja a vendégeket. A szervezők forralt borral és mézes kalácssal is készülnek. Fönt az árbóztól, az árbóztól jön végig a díszítés. A bummon ugye fut egy díszítés, van egy úgynevezett hakter hátul, és így egy ilyen vitorla sziluettet ad a fénysor, illetve az oldalsó merevítőkön is fényfüzérek vannak. Idén is ünnepi díszbe öltözött az a balatonfenyvesi vitorlás, amely már évek óta kifut a kikötőből az adventi hétvégéken. Az egész országból érkeznek érdeklődők, hogy felszálljanak a hajóra. Teljesen vegyes, fiatalok, gyerekek, idősebbek, mindenkinek tetszik, és nagyon jó látvány mindenkinek.
A 100 méternyi fényfűzéren mintegy 1800 ledizzó világítja meg a vitorlást, a feldíszítésben pedig a kikötőmester is segít minden évben. Azonban az időjárási körülmények a legfontosabbak a kihajózáshoz, mondja Fábián Attila. Azt szeretjük, hogyha minél nyugodtabb a víz és szélcsend van, és tiszta az idő, mert akkor lehet messzire ellátni, és akkor sokkal kényelmesebb, komfortosabb, mint hogyha hullámzik, és nagy szélben, erőszélben nem is megyünk ki, nem hajózunk ki, csak hogyha jók a körülmények. A szervezők forralt borral és mézes kaláccsal is vendégül látják az érdeklődőket, így a félórás út a part mentén igazán jó hangulatban telhet. Egy olyan adventi időszakot írunk, amikor a fény és a nyugalom és a béke és a forralt bornak az illata, az azt gondolom, hogy mindenkit elcsábít és nyugalomra és békére int, úgyhogy és rá kell nézni a hajóra és el kell jönni, és meg kell csodálni ezt a kikötőt is, a környezetet is, és a vízről megnézni a partot, hogy ilyenkor télen is milyen fények vannak. Az adventi fényvitorlás ezen a héten is kifut. A tervek szerint pénteken és szombaton is várják az érdeklődőket egy félórás esti kirándulással a kivilágított vitorláson. A téli hideg megviseli az állatvilágot, és fokozottan oda kell figyelnünk élelmezésükre, melybe az itatásuk is beletartozik. A Misina Természet és Állatvédő Egyesület Pécs-Somogyi telephelyén csaknem 500 különböző fajta állat talált menhelyre. Ezek élelmezése és a hideggel szembeni védelme miatt adományt most különösképpen elfogadnak. A tél közelettével mindig nagyobb szükség van tápokra, takarmányokra, konzervekre a Misina Természet és Állatvédő Egyesület által működtetett Pécs-Somogyi állatotthon lakóinak. Ilyenkor az állatok élelmiszeradagját is meg kell növelni, mondta Farkas Tamás. Ilyenkor télen viszont jó, hogyha kicsit többet szednek magukra, ezért a takarmányozás ilyenkor nagyon fontos. Nagyon örülünk egyébként ilyenkor még macskalomnak, nagyon örülünk a konzerveken, tápokon kívül bármiféle olyan takarónak, bármiféle ruhának, ami az állatok alá tehető. Itt azonban fel kell hívni a figyelmet, hogy szivacstól takaró nem jó, ugyanis azt az állat szétrágja és a belébe jutva súlyos problémákat okozhat, hangsúlyozta Farkas Tamás elnök. Ha nem csak kutyákkal beszélünk, akkor azért azt is tudni kell, hogy a nálunk rengeteg növényevő állat is van. Ilyenkor azért télen az ölt takarmány is egy kicsit kevesebb, ugye kevesebbet tudnak legelni az állatok, tehát mindenféle zöldség, gyümölcs szintén nagyon jól jön. A fagy közelettével is fontos a friss víz biztosítása. Többször kell itatni, etetni őket. Eddig ugyan kegyes volt az időjárás, de a fagy bármikor jöhet. Az egyesület telephelyi mintegy 500 különböző állat él. Ebbe a 220 kutyán kívül 70 macska, lovak, kecskék, birkák, tengeri malacok, madarak tartoznak. Élelmezésük télen különösen gond. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Jubileum Szekszárdváros szervezet tűzvédelmének 150 évfordulóját ünnepelték. Elismerés a legjobb szekszárdi sportolókat díjazták. Völgységi advent Bonyhádon ünnepeltek. Advent karácsonyi vásár Kocsolán. Szerdán már egy hideg front érkezik felhősödéssel, szélerősödéssel, helyenként átmenetileg felszagadozhat a felhőzet, de tartós napsütés nem valószínű. Említést érdemlő csapadék nem érkezik a fronttal, éjszaka erősen felhős, borongós időre készülhetünk, fokozatosan mérséklődő széllel. Friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!